Az európai érdek az az Európában élők szabadságában, és nem az olaj meg a földgáz árában fejeződik ki. Az európai érdek az nem egy kereskedelmi érdek, nem egy gazdasági érdek, hanem az itt élők szabadságának a foka. Nem az Egyesült Államok fenyegeti az Európában élők szabadságát, hanem Oroszország történelmileg. A periféria fenyegeti az európai centrum országainak és a félperiféria, így Magyarország szabadságát. Az Egyesült Államok leginkább védelmezi a kontinentális centrum és a félperiféria szabadságát, nem tagadhatjuk, keres is rajta. Természetesen jó üzlet a háború, természetesen jó üzlet a fegyverkezés. Nekünk itt Európában nagy szerencsénk, hogy olyan jó üzlet Amerikában a háború és a fegyverkezés. Különben már lerohantak volna minket. Az, hogy olyan jó üzlet a fegyverkezés, biztosítja a mi szabadságunkat, európai népek szabadságát itt a régióban. Azt a perifériát tartja vissza, ami időről időre ráömlik Európára, mint tatár, mint török, mint orosz. Hogyha ezt Európa nem tudja visszatartani, akkor Európa ennek a martaléka. Ez a szabadság, amit mi itt élvezünk az elmúlt bő 30 évben, Nyugat-Európában pedig az elmúlt 70 évben, ez a szabadság nincs ingyen. Ennek a szabadságnak ára van. Lehetséges, hogy néhányan ezzel jól járnak, mert fegyvert adnak el Európának, de Európa jelenleg őrjöngve fegyverkezik, hogy megvédelmezze magát. Ilyen körülmények között elvárható Európától, hogy tovább kereskedjen Oroszországgal, csak azért, mert az olcsóban adja a gázt meg az olajat? Elvárható Európától, hogy vonja vissza a szankciókat, miközben éppen felfegyverzi magát, mert készül a háborúra Oroszországgal? Mert Amerika nem védi meg többé Oroszországtól? Európa maga szabadságát Amerika segítségével védelmezi meg, mert ez az Észak-Atlanti Katonai Szövetség jelenleg a világrend őre. Orbán Viktor 2008-ban azt mondta, nyugatról jön a szabadság, keletről meg a gáz. Ez a képlet mára megfordult. Az európai érdek immár leegyszerűsíthető az olcsó olaj és a gáz iránti sóvárgásra. Idáig kéne leegyszerűsíteni a képletet, és a mi szabadságunkat lefokozni egy szimpla gazdasági kérdéssé.